Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy kell-e a nyelvvizsga ahhoz, hogy sikeres legyél az életben. Nos, ha követed a csatornámat, akkor megszokhattad, hogy itt nagyon gyakorlatias tanácsokat kapsz az egyéni angoltanulással kapcsolatban, de ez a mai videó némileg kilóg majd a sorból. Egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, ami talán téged is érint. Most nemrég egy Skype órát tartottam, ahol az egyik diákom elmondta, hogy mégiscsak van egy pozitívuma ennek az egész helyzetnek, nevezetesen az, hogy az öccse, bár nincs nyelvvizsgája, de végre mégis megkaphatja a diplomáját. Pocsék a nyelvérzéke szegénynek, és úgysem kell az angol a munkájához, akkor meg minek a papír? Szó szerint ezt mondta ezekkel a szavakkal. Biztosan te is értesültél arra a döntésről, hogy most 75 ezer egyetemi és volt egyetemi hallgató tulajdonképpen nyelvvizsga nélkül jut majd a diplomájához. Az én személyes környezetemben is vannak olyanok, akik egyszerűen fellélegeztek, mint azok a politikai foglyok, akik amnestiával előbb szabadultak a börtönből, és sokan úgy gondolják, hogy ezzel végre a nyelvvizsga és az egész nyelvtanulás le van tudva, ki van pipálva egy életre. De én elárulom neked, hogy ezek az emberek bizony nagyon-nagyon tévednek. Amikor túl leszünk ezen az egész őrületen, és az egész világ visszaáll majd a normális kerékvágásba, akkor ugyanazok a játékszabályok lesznek érvényesek, mint másfél hónappal ezelőtt, és ha nincs nyelvvizsgád, akkor egyszerűen versenyhátrányba kerülsz a többiekkel szemben. A munkám során én nagyon gyakran hallok két érvet a nyelvvizsgával kapcsolatban. Az első az, hogy a nyelvtanulásnak semmi köze a nyelvvizsgához, a második pedig, hogy a munkámhoz nem kell a nyelvvizsga. Nos, kezdjük az első ponttal. Képzeld el a következő helyzetet. Valaki azt mondja neked, hogy remekül vezet autót, de nincs jogsia. Te kölcsön adnád a kocsidat ebben ennek az embernek? Vagy rád bíznád a családodat, hogy vigye őket haza? Vagy felvennéd sofőrnek ezt az illetőt? Nos, ugyanez a helyzet a nyelvvizsgával. Lehet, hogy te nagyon jól beszélsz angolul, hogy magabiztosan feltalálod magad minden kommunikációs helyzetben, de ezt igazolnod is kell. És méghozzá a nyelvvizsga az az eszköz, az a papír, amivel ezt a tudást igazolni tudod. Második pont. Lehet, hogy a munkádhoz nem kell a nyelvvizsga most. Most. De mi lesz később? 20 év múlva is ugyanezt a munkát akarod végezni, mint amit most végzel? Biztos, hogy soha nem akarsz előrelépni a ranglétrán? Nem akarsz több pénzt keresni? Esetleg egy hosszabb vagy rövidebb ideig külföldön dolgozni? Nos, ezekhez mind-mind kell a nyelvvizsga és kell a papír. Úgyhogy én ugyanazt mondom neked, mint a diákomnak, élvezd ki ezt a jelenlegi helyzetet, élvezd ki, hogy könnyebben vettél egy akadályt, de előbb vagy utóbb gyűrközd neki, és szerezd meg a középfokú angol nyelvvizsgát. Ebben lesz a segítségedre ez a csatorna. Én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad. Viszlát legközelebb!